történelminek is nevezhető, mondták a találkozó résztvevői. Az előző kormányzatnak a látványos érzéketlenségének a meghaladása. Ez a mostani rendezvénynek a lényege, vagyis az, hogy egyáltalán újból 6 év után megtartották. A magyar külügyminiszter azt mondta, egyetlen kérdésre keresik a választ. A magyar külpolitika céljait, szempontjait, értékeit, érdekeit a mindenkori magyar nemzetpolitikával összeegyeztetni. Ma itt nagy döntések valószínűleg nem születnek, hanem a kereteknek a megszabása történik majd a jövő együtt működését illetően. A Felvidékről az MKP-t hívta meg a kormány, a hidat nem. Berényi József azt mondta, a híd automatikusan kizárta magát a Máértből, amikor vegyes pártként határozta meg magát, de személy szerint korrektnek tartja, hogy a magyar kormány konstruktív együttműködésre törekszik Bugár Béláékkal. A találkozó egyébként nem csak a Kárpát-medencében élőknek, hanem a tengeren túl élőknek is sokat jelent. 6 év után újra összeült a Máért, ez nekünk a nyugati magyarság számára nagyon fontos, mert úgy éreztük, hogy el voltunk felejtve. Mi is az emigrációs magyarság, a kanadai magyarság, a kanadai magyar kultúrközpont, hát bekerüljön a hazai vérkeringésbe, és úgy érezzük, hogy bárhonnan származunk is, telepettünk ki oda, végül is az összmagyarság részei vagyunk. A találkozón az oktatási támogatásról és státustörvényről tárgyalnak. Szász Jenő azt mondta, az állampolgársági törvény elfogadásával új szintre kerülnek a határon túliak és anyaországban élők kapcsolatai. Mostantól más tartalmat kell adni a státusztörvénynek, főleg az alkotmányozási folyamatot is figyelembe véve, és én azt hiszem, hogy a státusztörvény egy jó kerettörvénye tud lenni a magyar-magyar kapcsolatoknak. A Máért egyik alapcélja a magyar autonómia megteremtése. A Kárpát-medencében a Vajdasági Magyar Nemzeti Tanács az első olyan testület, amely a kulturális és személyi autonómia megvalósítását érte el. Nagyon fontos, hogy ez a folyamat ne rekedjen meg sem Szerbiában, tehát hogy ki tudjuk teljesíteni a jogosítványainkat, élni tudjunk ezekkel, és nagyon fontos lenne, hogy ne maradjunk elszigeteltek a Kárpát-medencében. A találkozón nem csak a magyar kormánnyal tárgyalnak, egymással is megosztják tapasztalataikat a határon túli magyar szervezetek képviselői.